Köszöntöm a nézőket! Román megszállás 1919 ezzel a címmel szervezett konferenciát a Városháza dísztermébe Székesfehérvár önkormányzata és a Trianon centenáriumi emlékbizottság. Erre az eseményre kalauzoljuk el ma önöket az Esti Mérlegben. Tartsanak velünk! Feliratok emlékeztetnek a Városháza dísztermében a legfontosabb eseményekre. Ilyen az 1919. augusztus 9-i dátum is, amikor a román csapatok bevonultak Székesfehérvárra. A 4. Trianon emlékkonferencia mostani témája ez az időszak volt. Székesfehérvár közgyűlése még 2018 őszén döntött arról, hogy a centenárium emlékére egy Trianon centenárium emlékbizottságot hoz létre azzal a céllal, hogy az emlékbizottság tárja fel, vizsgálja, megelemezze azokat a folyamatokat, amelyek 100 évvel ezelőtt, tehát 1919-1920-21-ben akár országosan, nemzetközileg, de helyileg, lokálisan is lezajlottak. Ennek a koncepciónak a jegyében ez a mai konferenciánk immár a 4. konferencia, hiszen ennek az évnek a februárjában kezdtük el ezt a folyamatot, folytattuk áprilisban, majd június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján, és hát eljutottunk odáig, ahhoz az időponthoz, ami hát elég keserves időszaka a 100 évvel ezelőtti Magyarországnak, amikor gyakorlatilag néhány megyére zsugorodott össze ez az ország, és a megszálló csapatok jelentős részét már birtokba vették. A mai konferencia fókuszában elsősorban a román királyi haderő jelen magyarországi jelenléte, és azon belül is leginkább ugye a Duna-Tisza köze, Budapestét és a Dunántúli jelenléte van fókuszban. Ugye kevesen tudják, hogy miután 1919. augusztus elején a román királyi haderő megszállta Budapestet, ezután tovább nyomult, és valójában a Székesfehérvár, Veszprém, Pápa, Győr vonalat is, tehát gyakorlatilag a teljes Észak-Kelet-Dunántúlt birtokba vette, és heteken, hónapokon keresztül garázdálkodtak itt a román csapatok. Nos, ezt a kérdéskört járjuk körül, megint ugyanabban a tematikában és ugyanabban a rendben, ahogy ezt korábban is tettük, nevezetesen először egy nemzetközi dimenzióba helyezzük az eseményeket, hogy mi történik 1919. augusztus-szeptember-októberében éppen a Párizsi Békekonferencián, amikor egyébként már a magyar kérdések jelentős része eldőlt. Aztán fókuszálunk arra, hogy hát hogyan is érkeznek meg ebbe a térségbe a román királyi haderők. Külön lesz fókusz alá véve Veszprém, Győr és Székesfehérvár esete, de egy nagyon érdekes előadás is el fog hangzani, hogy a román történetírás az valójában hogy is értékeli. Tehát ők abból a szemszögből, hogy értékelik az 1919-es magyarországi eseményeiket, és hát aztán a végén a kivonulásról, illetve a károkról, az elszenvedett károkról esik szó a mai konferencián. Ön a székesfehérvári eseményekkel kapcsolatban tartja az előadását. Egészen pontosan mi történt 1919-ben Székesfehérváron? Hát ezt hosszú lenne így egy gyors riportban elmondani. A lényeg az, hogy közel 2 hónapon keresztül román megszállás alatt van Székesfehérvár, és miután Székesfehérvár a demarkációs vonal peremén helyezkedik el, ezért aztán még fókuszáltabb a helyzete, nem is beszélve arról, hogy miután Fehérvár az egy közlekedési és földrajzi csomópontban is van, ez volt valójában a román megszállásnak a logisztikai középpontja. Ide hordták össze a Romániába kiszállítandó, mondjuk úgy, hogy elrabolt árucikkeket próbálták ugye kelet felé vinni, de Székesfehérvár ilyen szempontból megszenvedte a román megszállást olyan értelemben is, hogy például Gerota alezredes az 1919. szeptemberében hadiállapotot is hirdetett a városba. Napirenden voltak a fosztogatások, a civil lakosság elleni atrocitások. Hát ennek se híreses száma 1919 őszén, 20 elején ezeket össze is gyűjtötték. Tehát valójában szinte teljes képet tudunk arról, hogy a lakosság hogyan szenvedte meg. Hát megpróbálta persze a város utána a lakosságot kompenzálni, még 1 millió korona felvételi, hitelfelvételére is kényszerült a város, hiszen például a román hadsereg teljes élelmezése az a várost terhelte és a városra hárult, tehát iszonyatos károkat szenvedett ez alatt a közel 2 hónap alatt, és valójában felszabadulásként és megszabadulásként érték meg az emberek, amikor a románok október elején kitakarodtak a városból, és óriási ünnepléssel fogadták az október 12-én ide bevonuló
nemzeti hadsereg alakulatait. Nos ez a dátum, ez az október 12-e itt a Városháza dísztermének is ugye az évszámai között ott szerepel, tehát ez egy jeles nap volt a megszabadulás és a felszabadulás ünnepe. A város önkormányzata 2018-ban kérte, hogy alakuljon egy emlékbizottság, Trianon emlékbizottság, és konferenciák szervezése történjen meg itt a városban. Miért volt olyan fontos, hogy 2020 előtt ez már legyen? Egyrészt azt szoktuk mondani joggal és okkal, hogy Székesfehérvár a magyar nemzet egyik történelmi fővárosa. Ebből fakad az is, hogy a történelmi sorsfordító időkkel érdemes és kell is mindig foglalkoznunk, a szakemberek segítségével és támogatásával. Ezért állítottunk föl egy olyan emlékbizottságot, ami szakemberekből áll, és ezért szeretnénk ennek az időszaknak a legfontosabb eseményeit, amik részben kötődnek Fehérvárhoz is, meghatározzák Fehérvár következő fejlődését is az időszakhoz képest. Szakemberek konferenciákkal, kötetekkel, különböző kiadványok, dokumentumok, levéltári munkák elvégzésével, kiadásával járuljanak hozzá ahhoz, hogy ez a város méltó módon emlékezzen, és szakmai alapon megalapozottan emlékezzen. Nem elfelejtve, ugye, hogy most a román megszállás lesz a fő téma, és hát ha csak most olvasom a feliratot itt a fal felirat rendszerek között, 1919. évi augusztus hó 9-én román csapatok szállják meg a várost. És ebbe, hogy belegondolunk, akkor azt gondolom, hogy talán egyértelmű is válik, hogy miért is fontos egy ilyen konferencia megtartása, megrendezése szakmai alapon. Budapest és Észak-Dunántúl román megszállásáról tart előadást, egészen pontosan mi történt 1919-ben? Tehát 1919. augusztusának a végén összeomlik a Kumbéra-féle bolsevik uralom, és ezt kihasználva, vagy erre rájátszva a román hadsereg megindul a Tiszától, elfoglalja Magyarország fővárosát, Budapestet, sőt, még tovább mennek, megszállnak, és egészen Győrig jutok ebben a történetben, amelyek a lényeg az, hogy fosztogatás, rablás, lopás nem érőszak, gyakorlatilag Észak-Magyarország és Budapest kifosztása zajlik ezen a címszó alatt. A román megszállásról a Duna-Tisza közén ezzel kapcsolatban tartja az előadását. Mi történt annak idején 1919-ben? Mik voltak a jellemző események a Duna-Tisza közén? Május 1-e a román királyi hadsereget a Tisza keleti partján találta, megszállták a Tiszántúlt, megszállták a Magyarországnak keleti területeit. A románoknak figyelniük kellett a Szovjet-Oroszországra és Beszarábia miatt, hogy esetleg valami katonai konfliktus alakul ki, ezért májusban itt megálltak, tehát nem lépték át a Tiszát. És a magyar vörös hadsereg is inkább a felvidék felé fordult, hogy ott a cseh megszálló csapatokat kiűzze. Így egy kvázi béke állapot, fegyverszüneti állapot állt be május, június és július első fejébe a tiszai fronton, de a magyar vörös hadsereg a forradalmi kormányzó tanács utasítására támadást indított július második felében. Átkeltek a Tiszán a vörös, magyar vörös hadsereg alakulatai, és összecsaptak a román hadsereg. A román hadsereg nagy túlerőben volt, sok elit hadosztállyal rendelkezett, utánpótlással, logisztikailag, fegyverzetileg fölényben voltak. Visszavetették a vörös hadsereg alakulatait, és augusztus 1-én átkeltek a Tisza nyugati oldalára, tehát a Duna-Tisza közének a megszállása megindult. A vörös hadsereg demoralizálódott, felszerelése gyenge volt, utánpótlása gyenge volt, ezért néhány nap alatt fegyverletételre, visszavonulásra kényszerült, és Pejdő Gyula kormánya, aki ugye váltotta a forradalmi kormányzó tanácsot augusztus 1-e után, tehát egy szociáldemokrata kormány váltotta a tanács köztársaság kommunista diktatúráját, fegyverszüneti kérelemmel fordult a román csapatokhoz. A román csapatok folyamatosan előre nyomultak, augusztus 3-án megérkeztek Budapest határára, be is vonultak a fővárosba, és minden idő alatt néhány nap alatt, tehát augusztus 1-e, 2-a, 3-a, 4-e folyamán lefegyverezték a vörös hadsereg egy jelentős részét, mint egy 40 ezer katona esett fogságba, illetve augusztus 7-e, 8-ai Kecskemét, Kalocsa, Miskolc, Salgótarján irányába megszállták a Duna-Tisza közötti területeket, illetve északabbra Hont megye, Nógrád megye, Borsod megye, Heves megye jelentős részét, és már is nagyon fontos, hogy egyébként saját szövetségesekkel, a csehekkel is összecsaptak Salgótarján környékén, és azokról a területekről azokat is kiűzték. Ezután egy nagyon kemény megszállás következett az országnak ezen a részén. A románok fosztogattak, rekviláltak, sarcoltak katonailag, tehát a parancsnokságok, megszálló csapatok parancsnokságai területenként, járásonként hadi sarcot vetettek ki, visszaállították az 1918. október 31-i előtti közigazgatást, tehát a Károly Mihály fél előtti közigazgatási rendszert, azok régi személyeik, meghatározó tagjait, vadásztak a kommunistákra,
azzal a propagandával jöttek egyébként, intézték ezt a támadást augusztusba az Antant felszólítása ellenére is, hogy ők a kommunizmust akarják megdönteni. Ez egy valós tény, hogy Magyarországon az 1919-es tanácsköztársaság megdöntése a román hadsereg eredményenek tudható bennem egyéb politikai okoknak. A megszállás, ennek a térségnek a megszállása november 16-18-20-ig tartott, a nemzeti hadsereg váltotta fel, ugye Horthy bevonul november 16-án Budapesten, majd csapatai folytatják kelet felé az előnyomást, és visszavonulnak a románok a Tiszáig. Ezt a Klerk missziónak köszönhető, ugye Sir George Russell Klerk volt az, aki október-november folyamán Bukarestben és Budapesten is tárgyalt az Antant nevében, hogy valamilyen megoldás szülessen Magyarország kérdése szempontjából. Mit jelentett a megszállást? Túlszedést, sarcolást, a magyar nemzeti vagyon elszállítását. Csak szeptember közepéig egy Antant katonatiszt megfigyelése szerint a szolnoki Tiszahídon több ezer vagon élelmiszer, több ezer vagon jószágot, szenet, fegyvert, élelmiszer készletet és egyéb ismeretlen tartalmú tehervagonok keltek át a frissen felújított Tiszahídon, hogy a visszamondulós hadsereg egyébként júliusban felrobbantotta a Tiszahídat. Óriási sarcolás, túlszedés volt ezeken a területeken, terror, nemi erőszak rendszeresen, főleg a tanyavilágban, főleg a mezőgazdasági külterületen, úgyhogy nem nagyon lehetett számítani ellenállásra, tehát nem voltak a erőszakoskodásnak, fosztogatásnak, nemi erőszaknak tanúi. Ezekről az eseményekről kés utólagos beszámolóból, főispáni, alispáni jelentésekből értesülhetünk. Minden egyes község és város megszenvedte a megszállást. Az én előadásom címe a román megszállásat egy halott volt, de ez a Tóalmás község jegyzőinek visszaemlékezéséből ered, és minden harmadik, negyedik község és város elmondhatta magáról utólagosan jelentésekbe, hogy a román megszállás hány halottat, legalább egyet, kettőt, néhol tizet is jelentett, illetve hogy milyen anyagi kár ért az adott települést, néhány tízezer koronától a több millió koronáig terjedő hadisarcokról van itt szó. Ugye szeptember-október folyamán volt Székesfehérvár például megszállva, hogy egy aktuálisat mondjak földrajzilag, ugye több mint 12 millió 200 ezer aranykorona hadisarcot vetettek ki Székesfehérvár városára, illetve Fejér megyére 1,7 millió aranykorona hadisarcot a románok. Tehát minden város, minden vármegye megszenvedte ezt. Jász-Nagykun-Szolnok megye, Pest, Pilisolt, Kiskun megye 100 millió aranykorona fölötti kárt szenvedett a megszállás során. Nem tudjuk pontosan a halálos áldozatok számát, az egész 1919-es román megszállás, amit egy 647 halálos áldozatáról tudunk, de a források ellenmondásosak és azt bizonyítják, hogy miközben egy-egy településen bevallották utólag, hogy mennyi halott volt, más forrásból kiderül, hogy olyan településeken is voltak halottak, amit egy adott forrás, vagy egy jegyző jelentés, egy címtár, ami 1920-30-as évben készült, eltitkolt, vagy nem tájékoztatta a közvéleményt. Tehát nem tudjuk igazándiból megmondani a halottak számát, én azt mondom, hogy akár jóval 1000 fő fölött is lehet. Néhány brutális esetet mondjak, például Monor mellett, akkor a Vörös Hadsereg páncélvonata megpróbált kitörni a román lovasság bekerítő manőveréből, akkor egy román katona életét vesztette az összecsapásba, de megtorlásul egy román katona miatt 53 vörös katonát végeztettek ki Monor mellett az agyagbányában. Megásadták a sírjukat és belegépuskázták őket. Vagy említsek egy másik brutális esetet, Vácon a megszálló román csapatok a fegyházból kihozottak augusztusi éjszakán 15 rabot, és 7 kápolnánál, ugye Vác külterületén egy zarándokhely, legépuskázták őket éjszaka. Csak hogy egy fogoly túlélte a legéppuskázás, sebesülten elvászorult, tehát hogy a tetemeket ott hagyták, nem ellenőrizték a románok, hogy mindenki meghalt-e. Itt például volt egy túlélő, és volt egy szemtelen az eseményeknek. A román parancsnokság utólagosan azt hazudta egy kiáltványba, hogy szállítás közben szökés kísérelte meg a rabok, és ezért került sor a fegyver használatra. Tehát ilyen esetekről számolhatunk be tömegesen. A konferencia résztvevői Győr megszállásáról, a románok veszprémi garázdálkodásairól, a jelenlét MÁV hálózatára gyakorolt hatásairól, a román-magyar háború utolsó szakaszáról és a kivonulásról hallhattak előadásokat. Kedves nézőink, a Trianon centenáriumi emlékbizottság 4. konferenciájára kalózoltuk el Önöket. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!